Nem szabad a játékokat szanaszéjjel hagyni. Ha meglövök, nem lesznek az életemben szabályok. Szabálytalan házam lesz, és szabálytalan családom. A térség településeiről közel 40 diák mutatta meg tehetségét a Bonyhádi Általános Iskola által szervezett versmondó versenyen. Ennek a versmondó versenynek az előzménye az, hogy minden iskola saját helyi szinten megrendezi a versenyt, és a legjobbak erre a völgységi versmondó versenyre jutnak el. Azt látjuk, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés. Volt egy kis megakadás a pandémia időszakában, utána egy kicsit nehezen illett föl ez a hagyomány, de szerencsére azóta elmondhatjuk, hogy szinte rekordlétszámú jelentkező van. Most jelen pillanatban 10 iskolából érkeztek versmondók, és összesen 43 tanuló van. A zsűri is felkészült a feladatra, 4 nyugdíjas pedagógus segíti a munkánkat. Ők teljesen elfoglalatlanok, hiszen nem kötődnek egyetlen egy tanítványhoz sem. Az elmúlt években én azt gondolom, hogy korrekt és objektív döntések születtek. Magyar tanárok segítségével, valamint nem lehet elvitatni és megköszönni azt a segítséget sem, amit a szülők nyújtanak ebben a helyzetben. Sokszor ők is eljönnek a versenyre, és szinte kívülről fújják ők is a verset, és az iskolai fordulók után tudnak eljutni ide. Viszonylag szabadon tudtak választani. Én azt gondolom, hogy ebben garancia az irodalomtanároknak a személye, akik azért értő módon állnak hozzá a dologhoz, és segítenek, hogy értékes alkotóknak az értékes művei hangozzanak el. László Amélia Kíra, 4. osztályos tanuló, a meseszerűsége miatt választotta Gáti István egyik művét. Gáti István a gombaszakértő verse. Egyik bájos, másik ronda, földből, fából nő a gomba. Ez itt vaskos, az ott apró, ez jól levelt, az meg tapló. Ez így az első verszak. A döntő előtt minden diáknak egy előselejtezőn kellett részt vennie a saját általános iskolájában, és az így továbbított versenyzők lehetőséget kaptak, hogy szakértő zsűri előtt adjanak számot tudásukról. Régi zsűri tagok vannak a csapatban. Elsődleges szempont a tudás az, hogyha már valaki eljut egy területi döntőbe, akkor az olyan tudást képviseljen, hogy nem téveszt, nem áll le, és így tovább. Ezen kívül hangerőt, átérzést, átélést, ezeket a dolgokat figyeljük. 4 korcsoport van, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik. Tehát mindenhol 1-10 pontozunk, ez azt jelenti, hogy általában 5 pont, ugye megtanulta a gyerek a verset, kap egy 5-öst, az 5 pontot ér. Amit rátesz, ez a fölötte lévő, általában azért elérik a 6-10 pontozunk, és akkor a végén összeadjuk, és könnyedén kijön az eredmény. 4 leszünk a zsűribe, úgyhogy nem okoz ez gondot. A megmérettetés a diákoknak nem csak a tanulás miatt fontos, hanem a közönség elé kiállva fejleszthetik a szereplőkészségüket is. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butasággal. Mihez kezdenénk egy makacsiószággal? Hol szaladgálnak? És mivel etetnék? És hol aludnak? Tán az ágyadba vinnék?